Budapesten rendezték meg a birkózó karácsonyt pénteken, ahol hát érintett volt Kiskörös és a környék is. Nagyon büszkék vagyunk az itt nevelkedett sportolókra, és természetesen az edzőkre is, úgyhogy gratulálunk Tóth Mátyásnak, aki Bognár Erika nevelőedzőjeként vehetett részt ezen az eseményen. Hogy zajlott, és milyen volt megélni ezt a pillanatot? Hát hatalmas öröm volt Kiskörösi edzőnek megírni azt, hogy egy kiskörösi sportoló a világ porondján aranyérmet nyerjen, hiszen az Erika Szarajevóba aranyérmet nyert az Európa-bajnokságon, majd Athénban bronzérmet nyert a világbajnokságon. A birkózó karácsonyra meghívták minden olyan sportolót, sporthoz közeli embert, mint én is vagyok, edzőt, és elismerték az egész évi munkánkat, vagy az egész egy évtizedi munkánkat, hiszen ez egy évtizedi munka volt, és nagy meglepetés volt számunkra, hogy Erika a kadett női birkózó csoportban, ő lett Magyarország első számú kitüntetettje. Ő kapta meg a jutalmat, ő kapott egy hatalmas kupát, és engemet is, mint nevelőedző, valamint Tihanics Tibort, mint mostani edzőjét kihívtak, és jutalomba részesítettek.